Sziasztok, Csaba vagyok, ez itt pedig a Technetek YouTube csatorna. A mai videóban egy ambilájtos Philips TV-t fogok nektek bemutatni, 2023-os modell, a pontos típusa 50+8118/12-es, ez meg fog egyezni a 8108-as modellel, csak annyi a különbség, hogy a 08-as a nyugati régióba lett kiadva, a 18-as pedig a keletibe. És akkor nézzük is a dobozt. Az utóbbi időben megszokott szürke doboz kapjuk, sok minden nem látszódik rajta, fölül az energiacímke, F energiabesorolás kapott, láthatjuk a fogyasztást normál és HDR üzemmódba, a képátmérőt, hogy 126 cm-es 50-szoros felbontást. Oldalt még a dobozon egy-két tulajdonság fel van sorolva, de a pontos tulajdonságait oldalt feliratozva fogjátok látni. Azt azért elmondom, hogy 4K Ultra HD TV-ről beszélünk, Dolby Vision és Atmos támogatással rendelkezik, és elő van készítve a játéküzemmódba, tehát támogatja a változó kép frissítést, viszont mivel a panel csak 60 Hz-es, ezért addig fogja tudni változtatni. Egy új rendszerrel látták még el, meg fogjuk nézni, hogy mennyire jó ez az új Philips Smart TV rendszer, milyen alkalmazások érhetőek el, de ez majd a bekapcsolás után. Jó, és akkor kis bonton megnézzük, hogy mit kapunk a dobozba. És akkor nézzük, hogy néz ki a készülék. Külsőre elég tetszetős, legalábbis nekem bejön a kinézete. Elég modern hatása van, három oldalról keret nélküli kivitel. Megnézitek, nem lóg rá keret a kijelzőre. Ilyen körülbelül 2-3 mm vastag lehet ez a széle, amit körbe van, és ez fémből van, ezt érezni is rajta, hogy hideg. Alul az alsó rész, az egy olyan 1,3 centi környéki káva, az viszont már rá fog egy picit lógni, és itt látható is egy címke, ami mutatja, hogy le kell húzni ezt a képernyő fóliát. Tehát ezt megfogjátok, és az egészet lehúzzátok, mielőtt bekapcsoljátok a tévét, meg persze ezeket a kis gumikat is el kell távolítani. Alul a lábak láthatóak, még fém lábai vannak. 73 centire van a két láb egymástól, alulról gumíroz van, nagyon stabil. Ez miatt, és ami még érdekes, itt látható, hogy alulról van egy mikrofon némító, és a tévének van beépített mikrofonja, amit ki is tudtok kapcsolni, ugyanis Alexával rendelkezik, és hanga is lehet majd utasítani a készüléket. De ha nem akarjuk, hogy folyamatosan hallgatózzon, akkor egyszerűen fogjuk, és ki fogjuk tudni kapcsolni a mikrofont. Én úgy nézem, hogy kettő mikrofon is van benne, egy két luk látható. És akkor nézzük, mit kapunk tartozékként. Egy 220-as kábelt, egy pár elemet, energiacímke. Ami érdekes, hogy nincs zacskózás nagyon bent a készüléknek a dobozába. A távirányítót is egy ilyen papír zacskóba kapjuk meg. A zacskón kívülre mutatja, hogy hogyan kell majd belehelyezni az elemet. És ez a megszokott távirányító, elrendezés, felül a streaming szolgáltatóknak a gombjai külön szedve, az ambilight funkciónak a kibekapcsolója, vagy a mód állítója, forrás TV beállítások, irányító, de teljesen jó átlátható, ide még került egy Alexa gomb, ami még a régiken nem volt rajta. Plusz van egy gyors összeszerelés útmutató, mutatom, látszódnak rajta a tartozékok, hogyan rakjuk rá a talpait a tévének. Sőt, van egy ajánlás is, hogyha falra szeretnénk szerelni, akkor milyen konzolt érdemes hozzávenni. A másik oldalt láthatunk egy ilyen kis centit, amivel be tudjuk állítani az ajánlott távolságot az ambilight miatt a faltól. Tehát ez a 10 és 20 cm közötti távolság az ajánlott, hogy ennyivel kell a faltól elállnia, hogy szépen látható lehessen a kivetített fény. Amúgy a falnak a színe majd beállítható lesz, hogy milyen színű fal van a tévé mögött, és úgy még a csatlakozások látszódnak, hogy mi tudunk mire használni. És akkor nézzük is meg a tévének az oldalát. Direkt lett háttérvilágítású, ehhez képest nagyon vékony a készülék, tehát abszolút nem mondanám vastagnak. Egyelőre, ami kiáll a készülék házból, itt hátul maga, ami a elektronikát rejti, fölülről van a szellőzése,
Itt körben látható a LED sor, ami majd a fényt fogja kivetíteni. A falra 200-300-as vezaszabványú konzolra fogjuk tudni felhelyezni. Erre az oldalról látható még a tápcsatlakozás, ez el van döntve fölfele irányba. Ne akadályozza hátulról semmit, hogyha fölrakjuk. Itt van egy ilyen kábelkötegelő rész, még vagy elvezető, ahol be tudjuk még csipletni a kábeleket. És akkor nézzük a csatlakozókat. Itt egy optikai kimenette indul. Van egy USB csatlakozónk, ami csak fél amperes, egy hálózati LAN csatlakozó, szatellit csatlakozó a műholdas TV csatornákhoz, mellette egy antenna a földfelszínihez, vagy pedig a kábel TV-khez, majd egy HDMI 1-es, ami e-arcos, és ez az egy HDMI az, ami kezeli majd a változó képfrissítésű bemenetet, mellette még egy HDMI, de az viszont csak sima. Itt oldalt a harmadik HDMI, és egy fülhallgató kimenet, ami a mostani tévéken ritkaság. Tehát szerencsére ezen keresztül ki fogjuk tudni vezetni analógon is a hangot, hogyha azt szeretnénk, mondjuk egy erősítőbe, vagy pedig fülhallgatónak tudjuk természetesen használni. Majd egy szerviz csatlakozó, még egy USB, de ez is csak fél amperes, és a Common Interface kártya fogadó hely, ami az előfizetéses csatornákhoz kell a földfelszíni, vagy kábeltévés műholdas adásokhoz. És akkor nézzük az első felkapcsolást a beállításokkal együtt. Már rögtön itt a kezdő képernyő másabb, mint az eddig megszokott volt. Kiválasztjuk a nyelvet. Országot. PIN kódot adunk neki. Ez a felnőtt tartalmak miatt kell. És be tudjuk állítani, hogy otthon vagy pedig boltban lesz használva a készülék. A bolti üzemmódnál vissza fogja állítani egy idő után alapbeállításokra magát, hogyha elállítgatnánk bármit is rajta, ezért most az otthonit fogjuk választani. Csatlakozunk a hálózatra. Sikerült is a csatlakozás. Majd következne a műholdas csatornák telepítése, vagy pedig a kábeltév és antenna. Most kiválasztjuk, hogy beltéri egységet használunk, és hogy nem fog kerestetni. És ezen a képernyőn fogjuk tudni beállítani a falnak a színét. Ez azért fontos, mert annak megfelelően fogja kikeverni a kivetített színeknek a színét. Tehát, hogyha mondjuk egy sötétebb vagy más színű, a fehértől eltérő színű falunk van, akkor ezzel tudjuk ugyanazt a hatást elérni, ami a képernyőn látható. Tehát, hogy egyforma színek legyenek a képernyőben, meg a kivetített falra kivetített színekkel. Most nálunk fehér a fal, ezért marad a fehér beállítás. Elfogadjuk még a használati feltételeket, adatvédelmet, adatbiztonság, be tudunk állítani egy időjárás előrejelzést is, hogyha szeretnénk, hirdetésekkel kapcsolatos adatgyűjtési információk, majd miután végzett a frissítések keresésével, elérkeztünk arra a menüpontra, hogy használhatjuk végre a készülékenket. A tévének a kezdőképernyő következőképpen néz ki. Az első sorban a kedvenc alkalmazásokat láthatjuk. Itt szép egymás után látható, hogy milyen alkalmazások vannak feltelepítve, Netflix, Prime Video, YouTube, stb. Tartalmaz egy böngészőt is, egy média lejátszót, bemutató menüt, és ezt a kedvenc alkalmazások sávot tudjuk szerkeszteni is. Egyszer rámegyünk az utolsó szerkesztés ikonra, vagy kiválasztjuk, hogy melyikkel van, vagy melyiket szeretnénk megváltoztatni, át tudjuk helyezni a sorrendet, olyan sorrendben, hogy szeretnénk, vagy pedig, hogy nincs rá szükség, el is tudjuk távolítani. A visszafele nyíla a back-kel tudunk lejönni az alkalmazásról, hogyha nem szeretnénk változtatni rajta, vagy pedig oda a helyre tettük, ahova szerettük volna. Lefele nyíla pedig rá tudunk menni a törlés gombra, és el tudjuk távolítani a sorból. Alatta következnek a streaming szolgáltatóknak az ajánlatai, Netflix, Rakuten TV, YouTube. Ennek a tartalma attól függően fog változni, milyen jellegű műsorokat nézünk az interneten. Tehát az ajánlatok azok testre szabottak lesznek. És nagyjából ennyiből is állik rögtön a kezdőképernyő, más nem is láthatunk. Itt följebb van egy kis reklámsáv. Itt kérhetünk további információt a háttérbe futó reklámokról. Itt látszik például, hogy egy Philips fülhallgatót reklámoz.
majd feljebb lépve, itt elérhetjük a keresést, alkalmazások között tudunk keresni. Jobbra pedig az alkalmazásokat érjük el. Kategóriára van bontva. Meg tudjuk nézni az összeset, csak videókkal, sporttal, hírekkel, zenével, játékkal, életmóddal kapcsolatosakat is. És itt a végén pedig van egy ilyen több nevezetű, ez pedig ilyen felnőtt tartalmakat tartalmaz, kér is hozzá a PIN kódot, amit beállítottunk. Igen, és hát ezek ilyen streaming szolgáltatók, ezek is csak felnőtt tartalmakat jelenítenek meg. Jó, nézzük meg, hogy milyen alkalmazások érhetőek el erre az új rendszerre. Ezért most az összesbe fogok belemenni, hogy lássunk mindent. Hát nem túl ismerős egyik se. Jó, hát egy-kettő igen, de... minket mondjuk ezek között szerintem egyik sem érdekel. Talán a Plex, ami értelmes. Rakuten TV. YouTube Kids. Akkor ugye a sima YouTube. Netflix, Prime Video, és igazából végére is értünk. Hát elég sok minden hiányzik. Mondhatni szinte semmi, ami elérhető erre az új rendszerre. Remélhetőleg azért későbbiekben ezt fogják fejleszteni, bővíteni, mert így tényleg csak egy ilyen alap, nagyon alapokos tévének nevezhető. Nincs rajta se Disney Plus, se Max, igazából még Sky Showtime sincs rajta, pedig az aztán tényleg majdnem, hogy minden rajta szokott lenni. Hát nem a legjobb a felhozatal. Jó, hát ha már itt vagyunk, akkor azért nézzük meg, hogy mégis milyen a böngészési élménye készülékkel. Mert legalább böngésző van rajta. Hát kicsi akadást érzékelek itt már a böngészőn belemászkálás közben is. Nyilván a weboldalak a betöltési sebessége függ majd az internet sebességétől is. És akkor nézzük a kezelhetőségét. Hát elég darabosan megy a kép. Elég darabosan. Amit tudunk a hardware-ről, az egy két magas processzor tartalmaz. De se háttértár, se memória méretet nem tudunk, mert nincs megadva. Belemegyünk azért egy cikkbe, hogy mégis hogy működik, milyen gyorsan fog átmenni. Kicsit picinek tartom a betűméretet is, tehát ezt normál távolságból nézve nem túl olvasható. Lehet rákötni billentyűzet egeret is, az a valószínűleg kényelmesebb lesz a böngészés. Ez ilyen alap dolgokra lesz jó. Híreket meg tudunk rajta nézni, vagy időjárás, de bonyolultabb oldalakat nem kell vele megnyitni, én úgy látom. És nézzük meg, hogy az Alexa gombot, hogy megnyomom, mi történik. Következő képernyő fogad, itt írja is, hogy a beépített mikrofon segítségével most már lehet irányítani a tévét hangutasításokkal, és jelzés azt, hogy hol tudjuk kikapcsolni. Itt van egy kis gomb, és hogyha ezt benyomjuk, akkor pirosan világít áthúzva a mikrofon jel, tehát olyankor nem működik a hangutasítás. Most akkor nézzük meg a folytatásra, hogy mennyire használható ez az egész. Hát úgy néz ki, ezt most nem fogjuk tudni megnézni, mert valami hibába ütközött, nem tudott csatlakozni a kiszolgálóhoz, amire szüksége van, tehát élő internet kapcsolatra is, ráadásul gyorsra lenne szükség, hogy ez normálisan működjön, úgyhogy sajnos ezt nem fogom tudni nektek bemutatni. Jó, itt fölül még, amit láthatunk, van egy ilyen tévéműsorfüzet, ez nyilván akkor fog működni rendesen, hogyha lesznek behangolva digitális csatornák, mellette egy forrásválasztó, rögtön itt tudunk átmenni a pendrive-ra, és hálózatokat is kezel, és képernyőtükrözés is van a készülékben, ez legalább jó hír. Majd itt oldalt a kis fogaskerékkel érik a beállításokat.
És most gyorsan így végig megyünk rajta, hogy mit tudunk állítani. Ugye a képnél a képstílust. Ez lehet egyéni élénk, természetes, eko és film. Most áttesszük élénkre. Ezen belül tudunk állítani szint, háttérvilágítás, képélesség, fekete színnek a mélységét, haladó beállításokat. És azon belül pedig ilyen nagyon szépen finoman lehet hangolni a képet. A színjavítást, a színhőmérsékletet, kontraszt. Tehát minden, ami fontos. Itt lehet bekapcsolni a fényérzékelőt is. Úgy nézem, hogy alapból ki van kapcsolva. Ha ezt bekapcsoljuk, akkor a környezeti fénynek meg kell fogja állítani a tévének a világítását, a háttér világítását, hogy milyen erős legyen a fényerő. Jó, van még a végén egy gyors képbeállítás, és itt lépésről lépésre be tudjuk állítani, hogy milyen legyen a képminőség. Három példát ajánl föl, és kiválaszthatjuk, hogy melyik az, amelyik szimpatikus. Ahogy változtatom, rögtön a képnek is változik a minősége. Most ezt közepesen hagyom, mondjuk legyen több szín, és elég a közepes élességben, a nagyobb élesség egy pici szemcsésé teszi a képet. Következik a hangbeállítás. Itt is van különböző stílusok, ezeket lehet állítani. Be lehet állítani, hogy tévé állványon, vagy pedig falon van elhelyezkedve. Ez a hangképzés szempontjából fontos. Az Easy Linket tudjuk állítani, de most szürke, mert nincs rákötve HDMI keresztül ilyen hangrendszer. Itt lehet a hangjavítást, automatikus hangerőt tudunk bekapcsolni, most éppen ki van kapcsolva. Érdekes, hogy nagyon sok funkció alapból kikapcsolva van rajta. Automatikus hangerőnek az lenne a lényeg, hogyha váltok a csatornák közt, akkor egyforma hangerő lesz. Nem pedig az, hogy az egyiken mondjuk ordít a reklám, a másikon pedig alig halljuk a filmet, hogy átváltunk. Be tudjuk állítani a audio hangkimenetet, a TV hangszóró, HDMI, vezetékes fejhallgató, optika, és működik a TV hangszóró vezetékes fejhallgatóval egyszerre is. Az ERC-nak az érzékelése automatikus, viszont digitális kimenetnek a formátumát tudjuk még állítani, hogy stereo vagy több csatornás legyen, és egy késleltetés is be lehet állítani a digitális kimenethez. Jó, meg a Dolby Atmosnak a rendszer üzenetét tudjuk kikapcsolni. Alatta az Ambilight-nak a beállításai. Tudjuk a videókövetés szabványosnak, természetes sport élénk játékra állítani. Lehet hangkövetése is, diszkó ritmusra villogjon, vagy csak simán fényes legyen. Színlekövetést például, hogy folyamatosan egy vörös színt mutasson, nem tudom mennyire fog látszódni a videóban, de most vörös a háttér. Kék óceán, zöld természet, meleg fehér, vagy pedig egy egyéni szín, amit mi állítunk, hogy milyen szín világítson. Ez pedig a drukkereknek lehet érdekes, be tudunk állítani egy csapatszint pontosabban, nemzeteknek megfelelően. Mondjuk, hogyha beállítjuk, hogy Magyarország, akkor piros-fehér-zöldként világít a Ambilight rendszer hátul. De itt van az Ambislipnek is a beállítási lehetősége. Be tudjuk állítani, mennyi ideig tartja, mennyire legyen fényes, milyen szín legyen. Igazából ezt a naplementét fogja majd előadni a háttérvilágítása. Majd alul még a javított részt láthatjuk, hogy fényerőt tudunk állítani rajta, hogy mennyire erősen világítson, egy pici képben mutatja is segítségképpen, hogy mi a minimum, mi a maximum. A telítettséget, hogy mennyire színdús legyen a háttérvilágítás, a falszínét utólag meg tudjuk változtatni, hogyha mondjuk áthelyezzük a tévét másik helyiségbe, és hogy kapcsoljon ki, hogy lassan elhalványodjon, vagy még rögtön szűnjön meg az Ambilight. Lejjebb a vezeték nélküli hálózatot tudjuk, vagy pedig a hagyományos hálózatokat állítani. Itt van a Bluetooth is, szerencsére van benne. Itt lehet kerestetni, vagy eltávolítani egységeket. Audio eszközökről van szó persze. Lejjebb a csatornákkal kapcsolatos beállítások vannak, itt lehet újra hangolni, vagy csatornalistát kimásolni, mondjuk egy pendrive-ra, új oldat telepíteni. Majd jönnek az általános beállítások, USB billentyűzet, egér, Echo beállítások, Easy Link, távvezérlő, hangszabályzás, képernyővédő beállításai,
a helyet tudjuk megváltoztatni. Emeleti források. Sőt, a gyári beállításokat, vagy TV újrahangolást is itt érjük el. Lejjebb ilyen univerzális elérés, hallássérültek részére például be tudjuk kapcsolni. Gyerekzár, a szülés besorolás lehet megváltoztatni, hogy milyen alkalmazásokat érhessen el a gyerek, meg a kódot módosítani, alatt a régió nyelv, óra beállítása, és a legutolsó mellékpont pedig a szoftver frissítés lesz. Nem tudom, hogy kiderül-e valami ebből, de nem sok minden, csak annyi, hogy mikor a kiadás a szoftvernek. Nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen alapon működik ez a rendszer. Nekem egy picit hasonlít a régi Panasonic TV-knek a rendszerére, főleg amikor az alkalmazásokat meglátom, szinte egy az egybe ugyanazok érhetőek el rájuk. És akkor nézzük meg, milyen a képminősége. Első körben egy HDR 10-es 4K-s demót fogok lejátszani rajta. Igaz, hogy nem Philips-es, de arra tökéletesen megfelel, hogy megnézzük, milyen a hangja. Meglepően jó a hangja. Megmondom őszintén, hogy mostanában, amiket így belépő kategóriás tévéknél hallottam, de még középkategóriánál is, ennél sokkal rosszabbak. Itt azért hallatszódnak mély hangok is, tehát egész jó, egész meglepődtem rajta, ami a hangot produkált. Sőt, a képminőség is tökéletes. Majdnem, hogy azt mondom, tökéletes. Nagyon szép a képe, éles, jók a színek. Nagyon szép, tényleg. Oldalról nézve viszont torzul a kép. Igen, mind a két oldalról néztem. Sajnos ez a VA panelnek tudható meg, vagy be. De így szemből nézve tökéletesen jó. Ahhoz képest, hogy maga a rendszere a tévének, hát hagy némi kívánivalót maga után, mert ez az okos rendszer az manapság 2023-ban azért ez édes kevés, én szerintem, ahhoz képest viszont a kép és hangminőség az rendben van, azzal nem lesz probléma. Most azért ránézünk más felvételre is. Nézzünk meg egy DivX-et. Nem támogatja. Na, az érdekes, tehát DivX-et nem fogtok tudni rajta lejátszani. Tehát csak az MP4, MKV formátum MOV. Az, ami működik rajta. Igen. Majd azért egy X-Feed-et is nézünk, hát az támogatott. Az X-Feed viszont igen. Viszont itt a minősége már nem lesz a legjobb. Tehát elég kockás, nem jó a kép, nem éles, homályos, igen. Hát akkor mindenféleképpen érdemes valami nagyobb felbontású MKV-t, vagy MOV kiterjesztésű videót nézni rajta. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára. Ha készülékkel kapcsolatban lenne valami kérdésetek, nyugodtan tegyétek fel itt a videó alatt kommentbe. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!